Sziasztok! Ma végre elkészítem nektek azt a videót, amiben bemutatom, hogy hogyan és hol szoktam turkálni. Bizony, egy turi túrát csinálunk ma. Ez egy hol, illetve egy vlog videó lesz. Elmegyünk, megnézzük a turikat, aztán hazahozok minden cuccot, amit vásároltam, és bemutatom, hogy hány forint volt, illetve hogy hogyan áll rajtam. 10.000 forint keretet adtam magamnak, ezt nem léphetem túl, szerintem olcsóbban, bőven olcsóbban meg fogom ezt járni, reménykedjünk, mert pont azokat a napokat választottam, amikor nem árucsere van, hanem ez a köztes állapot, amikor folyamatosan mennek le az árak, úgyhogy remélem találok néhány jó cuccot és bemutathatom nektek, úgyhogy gyertek velem is, túlizzunk egy jót. Most már úton vagyok, viszont kénytelen voltam hazarohanni azért a pufi kabátért, mert annyira esik az eső, hogy nem akarom azt a szépet eláztatni. Én most megyek a Vintage Humanába, ez az Asztóriál lesz, úgyhogy majd onnan jelentkezem. A következő állomásunk a Humana, mégpedig itt Újpesten, maradunk Újpesten. Sokan szerintem elfelejtik azt, hogy nem csak a belvárosban vannak nagyon jó turkálók, hanem szerintem a környéken, tehát így Újpesten, a 13. kerületben ilyen eldugottabb helyeken néha sokkal jobb minőségű és sokkal több mindent tudunk kihalászni. Na, itt vagyunk a Humanánál. Na, ma minden 200 forint itt is. Hurrá! Vannak olyan napok, amikor kevésbé találunk jó dolgokat. Egyébként nem mondanám, hogy ilyen a mai nap is, mert több dologgal gazdagodtam, viszont ennél már volt jobb napom is, amikor tényleg agyon vásároltam magam, és minden ilyen iszonyat menő és márkás cucc volt. Most is tök jó márkás cuccokat találtam, de nem ez életem turistnapja. Ez egy ilyen tök átlagos turistnap, úgyhogy igen. Megfigyeltem azt is, hogy a legpiszkosabb, legilyen semmilyenebb turkálók egyébként a legeslegjobbak, néha oda rejtenek rengeteg olyan cuccot, mint például Gucci pólót, bármi olyan eredeti, tényleg vintage Gucci találtam, de majd otthon megmutatom, amit nem tudom, de hogy így tényleg ide vannak elrejtve az olyan cuccok, amik egyszerűen ilyen tök értékesek, szóval itt Újpesten is rengeteg olyan turkáló van, ahova érdemes benézni, mert kincseket lehet találni. Na de most vagyunk a Hádában. Már eléggé megviselt fejem van. Szétturkáltam az agyamat konkrétan. Ugye én most megyek haza, mert már annyi mindent vettem. Képzeljétek el, jó, ezt én nem akartam lelőni a poén, de bőven megúsztam 10.000 forint alatt, halleluja. Úgyhogy nagyon kis királyi ruhákat szereztem, úgyhogy majd megmutatom otthon. Most eltelt egy nap, és hát nagyon sok ruhát idehoztam, mindent kimostam az zacskókkal együtt. Két külön zacskóba raktam a dolgokat, az egyikben vannak a no-name cuccok, amik egyszerűen csak megtetszettek és hazahoztam. A másik zacskóba viszont olyan cuccokat raktam, amik eléggé márkásak, és 250 forintért tudtam kiturkászni őket, úgyhogy boldogságom határtalan, tényleg nagyon jól jártam, a legjobb napokat fogtam ki, tehát ilyen 200-250, 600-450 napos, vagy mi az áras napok voltak, úgyhogy iszonyatosan jól jártam. Nem hoztam annyira sok cuccot haza, mint számítottam, de ahhoz képest, hogy tényleg ilyenkor már ezért ki vannak fosztva a boltok, szerintem jókat hoztam haza. El is kezdem a zsákok kicsomagolását. Az első dolog, amit szeretnék mutatni nektek, az egy ilyen bordázott felső, igazából kicsit ilyen garbós, szóval ez elegánsá teszi eléggé a kis felsőnket. Eleve imádom ezt a színt, ezt a sötét szürkét, meg ezt a kicsit koptatott színt, szóval szerintem nagyon elegáns és nagyon menő is tud lenni, akár sportcipővel, de szerintem egy farmerrel, meg egy magas sarkúval is tökéletes kombó. Úgyhogy ebben nagyon beleszerettem. A következő is egy ilyen bordázott darab, csak az a különbség, hogy ruha és fekete. Igen, a fekete ruhákat nem tudom megunni, nem tudom, zsáknyi van egyébként felakasztva. Hosszú ujjú, tehát ősszel, így tavasz elején is tökéletesen fel lehet venni. Ezt is egy sportcipővel vagy magasabbval, úgyhogy ez azonnal jött velem, ahogy megláttam.
szerintem az a nyaka is nagyon jó kivágással rendelkezik, úgyhogy jött velem. Igen, én az a fajta vagyok, aki a fürdőruhákat is hazahozza azonnal, hogyha beleszeret. Tudtam azt, hogy egy kicsit nagy lesz, lötyögni fog, főleg a bugyi része, de nem tudtam ott hagyni a színe miatt. Egyszerűen ez az olajzöld és milyen, nem is tudom, milyen keki kombó keveréke egyszerűen nagyon-nagyon megtetszett. A mell része viszont tökéletes, úgyhogy annak nagyon örültem. Biztosan jön velem majd valami nyaralásra, mert iszonyatosan jól mutat szerintem majd képeken. Igen, úgy látszik a zöldet nagyon szeretem, úgyhogy következő darab egy zöld crop top kulcsi. Szerintem ez nyáron tökéletes, vagy így tavasszal, már alig várom ezt a kulcsis időt, amikor csak egy kulcsiba kell kimenni, és úgy is jól érezhetjük magunkat, úgyhogy szerintem nem volt kérdés, hogy ne jöjjön velem. Nos, a feketen zacskót kivégeztük, jöjjön a piros. Ebbe raktam azokat, amik márkásabbak, és kezdeném talán ezzel a Lacoste kis felsővel, pont a méretem, szóval hihetetlen. Az újpesti Humanába túrtam egyébként, 200 forint. Ciki is kimondani, hogy 200 forint volt, úgy hihetetlen. Tehát 200 forintért egy Lacoste felső azért valljuk be elég menő. Pont a méretemben volt, azt hiszem ez unisex abszolút, szóval színe. A színével először úgy voltam, hogy ez nem az én színem, de aztán felvettem is abszolút. Ezért fontos felpróbálni szerintem, mert mondjuk ha nem próbáltam volna fel, akkor is jött volna velem, de hihetetlen jó színe van, szóval jól áll. Úgyhogy nem tudtam ott hagyni, hát természetesen hülye is lennék, hogyha ott hagynám. A következő a Megaturiból volt, ez is Újpesten található, próbáltam kamerázni, de nem nagyon lehetett, rám szóltak. Alapjáraton nem rajongok a dízel felsőkért, viszont ez annyira old school és menő, hogy jönnie kellett velem. Hihetetlen menő szerintem a fazonja egyébként, imádom a fakó piros színét, úgyhogy iszonyat ultra menő, úgyhogy jött velem. A következő ruhadarab, ez a kis póló, ami rajtam látható, beleszerettem a színébe, szerintem iszonyatosan gyönyörű színei vannak, a kivágása is itt elő tökéletes, úgyhogy ezt sem tudtam otthagyni. Ezt is a újpesti hádába turkáltam, ilyen kilós hádába, tudtam, hogy nem lesz nagy súlya, úgyhogy jött velem. És akkor rátérnék a lényegre, a legjobbat a végére hagytam. Őszintén szólva, kicsit szomorú a szívem, ugyanis ezen a kulcsin, ami itt látható, van egy olajfolt, és eléggé elcsúnyítja szerintem, de nem tudtam ott hagyni, mert az az igazság, hogy egy eredeti vintage Gucci kulcsiról van szó, amit én már láttam rengeteg vintage üzletben, akár külföldön is láttam egyébként, meg külföldi honlapokon is, és csilliós ára van, főleg az ilyen vintage Gucciknak, úgyhogy hát igen, nem tudtam ott hagyni, hiába van ez a ronda olajfoltja, jött velem, mert csodás. Úgyhogy igen, azt hiszem eredményes turkálás volt egyébként. Abba biztos vagyok, hogy kell egy jó szem és tapasztalat, hogy ki fog rengeteg jó cuccot, és tudni kell azt, hogy mikor, hol van akciós nap, mikor jön újjárú. Ezeket érdemes beszerezni, mindegyik turkálónak van egy ilyen kis szórólapja, amiben le vannak osztva, havonta ki vannak jelölve azok a pontok, amikor érkezik új áru, vagy szortírozás van. Úgyhogy ezeket érdemes begyűjteni, figyelgetni, elmenni ilyen nap, olyan nap. Szerintem nincs olyan egy rossz turkáló, esetleg nem találsz egy jó cuccot, attól még érdemes visszamenni, mert tényleg csodákat lehet találni. Úgyhogy igen, ennyi lett volna ez a videó. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, és remélem, hogy ti is turkáltok, mert nagyon jó a bolygónknak is egyébként, hogyha innen szerezzük be a rúcikat, és szerintem egy külön élmény az, hogy elmegyünk és egy turitúrát csinálunk, az biztos, hogy fárasztó, viszont megéri. Úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok, találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!